Kiskoromban nagyon szerettem a mozgást. Sokat túráztam a szüleimmel, illetve a szüleim is atléták voltak. Úgy gondolták, hogy én is az leszek, aztán végül is 8 évesen megtanultam úszni, és ott ragadtam az úszodában. Nekem ez így nem volt tudatos, hogy én sportoló akarok lenni. Így alakult. Szerintem a sport az mindenkinek fontos, és mindenkinek szüksége van arra, hogy sportoljon. Nyilván nem ugyanaz, hogyha valaki élsportoló és napi több órát edz, mint hogyha valaki hobbiból sportol, de valahol mégis ugyanaz a kettő. Én érzem magam, hogy amikor szünet van és nem járok edzésre, akkor hiányzik az, hogy mozogjak, és hiányzik a sport. Úgyhogy az, hogy mit jelent nekem a sport, nekem az életformám a sport. Igazából az, hogy olimpiára készülünk, ez nem most kezdődött, vagy nem pár hónapos felkészülésről van szó. Hosszú évek munkája az, hogy most mi olimpiára megyünk, és hogy olimpiára készülünk. Nyilván egy kicsit még nagyobb a motiváció, mivel olimpia csak 4 évente van, de alapjában véve nem edzek többet. Egerszegi Krisztina a példaképem. Az Európa-bajnokságon, ami Budapesten volt, átadott nekem egy érmet, és az nagyon nagy élmény volt, de már korábban is ő volt a példaképem. Hát, olimpiai bajnok, és szerintem ez elég is, hogy példakép lehessen. Nagyon megtisztelő dolog, hogy belekerülhettem az EON csapatba, és hogy támogat az EON, és arra sarkal, hogy minden nap még többet beleadjak az edzéseken a munkába, és hogy tényleg megpróbáljam kihozni magamból a maximumot az olimpián. Az EON munkatársainak üzenném, hogy köszönjük az eddigi segítséget, hogy tényleg mindenben segítenek, illetve bízunk a szurkolásukban, és hogy szurkolnak nekünk. Szurkolóknak azt üzenném, hogy nagyon nagy szükségünk lesz rájuk az olimpián, mert szurkolásra mindig szükség van, és én köszönöm, hogy eddig is szurkoltak.